Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy a zeneiskolában tavaly már elértük az Áldatlan Állapotok című műsorszámot, mert hogy egy dinamikusabb mű közben a szószoros értelmében hullott a hó meg a vakolat a plafonról télen-nyáron, tehát ez nem is volt évszakhoz kötve. Komoly bázások voltak a tetőn, és ha minden igaz, akkor ez most nagyon sokat javult ez a helyzet itt a zeneiskolában. Miből és hogy sikerült egy felújítást végrehajtani? Ezt a felújítást teljesen a Jánosházi önkormányzatnak köszönhetjük. A polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, akik itt járva a hangversenyeken látták, illetve természetesen nekem is elhitték, amikor elmondtam, hogy itt tényleg olyan állapotok vannak, ami muszáj volt valamit tenni, már nem lehetett csak úgy picibe kijavítani a dolgokat, mint ahogy ez az elmúlt években történt, hogy beázott egy-egy helyen, és akkor megpróbálták kijavítani. Mindig a víz új utat keresett magának, és ez egy elég esős időszak volt az elmúlt év, és hát már azon a ponton voltam, hogy azt hittem, hogy talán csöpögni is fog a plafon, és még egy lavort is majd ide kell tennünk, hogy ne a parkettára csöpögjön. Tényleg ennyire veszélyes volt, és egyre nagyobb területen hullott a vakolat napi szinten. Ez volt az egyik része, a másik része, hogy olyan dohos szag volt ebbe a terembe, amivel szintén nem tudtunk mit kezdeni, mert a tavalyi évben meg ráadásul ugye a takarékosság jegyébe kevesebbet is fűthettünk, és ezt a termet csak akkor fűtöttük, amikor használtuk, illetve a hangszer miatt muszáj volt azért néha, mert a hangszernek sem tett jót, hogy itt hideg van, és ez sem segített ezen az állapoton, tehát ez még tovább rontotta. És aztán a tanév végén álltak neki a munkálatoknak, és hát kaptunk egy szép új, már nem lapos tetőt, hanem egy kicsit megemelt lapos tetőt, és aztán utána pedig augusztusban ezt a gyönyörű festést ezzel az álmennyezettel, ami azt gondolom, hogy az egész teremnek a komfortfokozatá még önnövelt szépségben, nyilván látványban is azért. Az emberek ide zenét hallgatni jönnek, de hát azért biztos, hogy körbe is néznek, és nem mindegy, hogy milyen környezetben teszik meg ezt. Hát így van, ez mindenképpen ráfért már a teremre is. Milyen programok várhatók egyébként a zeneiskolában, hogy kicsit előre is tekintsünk az idei esztendőre, hát ha nagyobb kedvel jönnek majd még nagyobb kedvel, mint ahogy eddig szoktak jönni az érdeklődők. Az összes szokásos programunkat idén is tervezzük, az őszi-tavaszi hangversenyeinket, a karácsonyi hangversenyt, a két éve már nagyon jól bevált farsangi hangversenyünket, tavasszal csináltunk hangszersimogatót, nyílt napokat a kisebb gyerekeknek, illetve a szülők is bejöhettek megnézni. Ezeket is szeretnénk folytatni, mert úgy gondoljuk, hogy jól sikerültek. A zene világnapjára is folyamatban van a programunk. Attól függ, hogy ezt a termet használjuk-e, hogy az előadó mikor tud jönni, hány gyereket szólítunk meg, hogyha úgy adódik, akkor tavaly is átmentünk a kultúrházba, mert mindkét iskola növendékei már ugye ide nem férnek be. Szeretném most is nem csak zeneiskolásoknak ezt a programot megmutatni, és vannak még terveim az animátorének együttessel is, velük is itt tartjuk a próbáinkat, és az őszre tervezünk egy ilyen félig meddig meglepetés hangversenyt. Valószínűleg azt is itt fogjuk megtartani ebben a szép új környezetben, hogy minél többen láthassák ezt is.